Chili Spice, született kémek. Hajnali 3 óra, Bennu temploma. Oh, sokkal szebb, mint amilyennek álmomban képzeltem. Eliott professzor! Ide nekem a múmiát! 8 óra 47 perc Beverly Hills gimnázium. Nem volt könnyű feladat pingvineket menteni az olvadó gleccser elől. Úgy értem, ezek a jól öltözött madarak elég modortalanok. Igen, ha nem lett volna az a kis sarki bevásárlóközpont, ahol megálltunk visszafelé a sarkkörtől, a küldetés teljesen kudarcba fullad. Nagy mázlink volt, már alig várom, hogy megmutassam mindenkinek az új gyűrűmet, amit abban a helyes kis ékszerkunyhóban vettem. Ne. Lekértük a jótékonysági versenyt. De legalább idejében érkeztünk a jótékonysági bárra. Te is arra gondolsz, amire én? Megint egy alig palástolt népszerűségi verseny a befutottaknak. Nem. Szerintem tökéletes alkalom, hogy kérkedjek az új gyűrűmmel. De ki kell hozzá találnom valami szuper cuccot? Várjunk csak, milyen színű ruha illene hozzá a legjobban? Vannak dolgok, amik nem változnak. Figyelem, figyelem! Az év legjótékonyabb tinie verseny győztese, Mandy! Mandy? A legjótékonyabb tini! Elmegyünk egy hétvégére, és az egész világ megőrül! Az egyetlen, aki megőrült, az te vagy! Azt hitted, hogy nem én nyerem meg a versenyt. Az a helyzet, hogy én vagyok a legjótékonyabb a gimiben. Persze az sem ártott az esélyeimnek, hogy felajánlottam az eredeti 10 karátos Rubin gyűrűmet is. Van ezen villanykapcsoló? Brilliáns, nem igaz? Azt hiszem, máshol kellene mutogatnod azt a hamis kis bizsúgyűrődet, Clover. Ugyan. Nem érdekelnek a szánalmas versenyek, meg a cifra gyűrűk. Ó, akkor hogy lehet, hogy a gyűrűt sárgán világít az irítségtől? Minden jót vesztesek. Már is hozom! Nem, a labda az enyém. Elvégre én vagyok a legjótékonyabb tini a gimiben. Sosem lesz vége ennek a jótékony dumának. Na csak. Nézzétek, Mandy gyűrűje! Hé, srácok, ez a bodega nem a pálya túloldalán állt még 5 perccel ezelőtt. Clover, most mit csinálsz? Nem hiszem, hogy bűn lenne egy kicsit felpróbálni. Oh, hé, srácok! Nem szúrhattad volna ki egy kicsit előbb azt a bodegát? Ó, kitűnő. Menetrend szerint az újabb küldetésre. Értitek? Menetrend. Igen, sajnálatos módon értjük, Jerry. Ezt a filmet még nem láttam. Most láthatod. De ne állíts le folyton. Hé, hey Jerry, ha tudjuk, hogy moziba jövünk, hoztunk volna popcornt és párnákat. És jobb filmeket. Ez nem mozilányok, videófelvétel Bennu templomáról és egy ősi síremlékről. A professzor, akit láttok, valóban eltűnt. Legalábbis Ian Flemish, az ifjú asszisztense ezt mondta, amikor rátaláltunk, és valami átokról motyogott. Igazi átokról? Egyáltalán jók a kütyűink az átok ellen, Jerry? Ne aggódj, Alex! Olyan, hogy átok nem létezik. Igen, ne felejtsd, kémek vagyunk, tényekkel dolgozunk, nem eltűnt húsvéti nyuszikkal. Ez igaz. Várjunk, eltűnt a húsvéti nyuszi. Csak vicceltem. Tudom, hogy a húsvéti nyuszi visszavonult a kis mérges gombaházába a fjordok közé, Brit-Kolumbiába. És ebben a fenkölt pillanatban kérlek, kövessetek, odaadom a kütyüket. Ahhoz, hogy megtaláljátok a professzort, segítségül kaptok egy lézerrúst, egy dobozos tornádóhajszprét és egy vadi új kütyüt, a turbólapát 2.0-át. Ó, és ami a lényeg, egy könyv az ősi Egyiptom rejtélyeiről.
Oh, miért ilyen öreg és poros? Az enyém volt a suliban. Ez jó vicc volt, Jerry. Nem vicc volt. Hoppá, tévedtem. Óra 15, Oxford Egyetem. Lányok, csak az én fülem cseng a Wubjet légnyomásától, vagy a tiétek is? Fel kéne hívnod Mandyt, és közölned vele, hogy megtaláltad a gyűrűjét. Azt hiszem, igazad van, Sam. De néha olyan kellemetlen azt tenni, ami helyes. Halló, Mandy? Itt Clover. Csak azért hívtalak, mert megtaláltam... Clover? Nem tudom, hogy miért hívtál, de volnál szíves nem foglalni a vonalamat? Szörnyű katasztrófa ért, eltűnt a gyűrűm! Szuper! Most hogy mondjam el Mandynek? Majd elmondod később. Gyertek! De ronda hely! Ki volt a dekorátor? Talán Dracula? Jó napot, hölgyeim! Bocs a zavarásért. A Bonjetta gombomat keresem. Valahol itt kell lennie. Talán segíthetünk? Kémek vagyunk a Wubtól. Én Sam vagyok, ő pedig Clover és Alex. Te lehetsz ilyen. Isten hozott Oxfordban. Jerry csak annyit mondott, hogy ti fogtok segíteni megtalálni Isis második szkarabeusát. Isis második szkarabeusát? Azt hittük, az eltűnt professzort kell megkeresnünk. Igen, de sajnos attól tartok, hogy Eliot professzort nem találjuk meg. Tudjátok, Amori átka sújtotta. Amori átka? Elmondanád pontosan, hogy a professzor hogyan tűnt el? Igazából nem tudom. Az egyik pillanatban még ott állt mellettem, a következőben eltűnt. Mégiscsak vannak átkok! Igen, ez nagyon különös. Ha megmutatnád nekünk azt a helyet, ahol utoljára láttad, az sokat segítene. Természetesen. És ha most megbocsátotok, fel kell készülnöm a sivatagi útra. És kérlek, vigyázzatok, ne nyúljatok itt semmihez. Sok tárgyon átok ül. Hová tűnt? Hát nem imádnivalóan sötét és rejtélyes. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy tanult ember hisz az átkokban. Igaz. Mi baj lehet abból, hogy valaki kinyit egy öreg szekrényt? Ugyan? Nincs más benne, csak néhány fekete régi zokni. Clover, ez itt nem szekrény. És azok nem zoknik. De nem érem! Tűnjünk innen! 11 óra 50, egyiptomi sivatag. Sajnálom, hogy megkergettek a denevérek, de remélem megtanultad, hogy az átkokat komolyan kell venni. Igen, persze, meg vagyok átkozva, és aztán... Az átkok általában mindig hatnak ilyen? Azaz átoktól függ. Van, amelyik csak egy napig van, ami örökre. A szkarabeusok miért átkozottak? Azért, hogy ne kerüljenek gonosz kézbe. Tudjátok, ha a szkarabeusokat összeillesztik Isis templomában, az, aki birtokolja őket, örök életet és hatalmat kap. Aha, gondoskodnunk kell róla, hogy a második szkarabeus ne jusson rossz kezekbe. Örök élet meg hatalom. Na persze. Ott van. Övet becsatolni, letérünk az útról. Itt tűnt el Eliot professzor. Sammy, te meg tudod magyarázni, ugye? A Jerrytől kapott könyv szerint az ilyen helyek gyakran tele vannak álcázott csapdákkal, de... Édefent nem látok semmit. Ez nevetséges. Valahol kell lennie egy nyomnak. A probléma csak az, hogy nem a megfelelő helyen. Clover! Ügyes vagy, Clover. Megtaláltad az első nyomot. Talán a másodikat is, amikor ráestem erre. Manchetta gomb oxfordi pecséttel. Csak ilyené lehet. Lehetetlen. Sosem jártam ebben az alagútban. Akkor lehet, hogy Eliot professzoré. Talán leesett ide. És ez megmagyarázná az eltűnését. Na ugye, mondtam, hogy van átkon kívüli magyarázat is az egészre. De Clover, mi a magyarázat arra, hogy a föld csúszkál a lápad alatt? Egyszerű. Kígyófészekben állok. Talán mégis van valami abban az átok izében!
Délután 1:10 a Hold temploma. A talizmán szerint a második szkarabeus itt van, a Hold templomának romjai között. Ez a talizmán izé lehetne egy kicsit pontosabb is. Egy örök kiválóság, mire felássuk a helyet. De nem a turbólapát 2.0-val. Clover, biztosan tudod, hogy hogyan kell kezelni? Ugyan már, egy lapát egy gombbal. Mi lehetne egyszerűbb? Nem bírom tovább tartani! Anya vaja! Ennyit a turbólapát 2.0-ról. Talán a turbólapát 3.0 jobb lesz. Most mit csináljunk? Hát ha segít a felirat azon a kődobozon. Pont olyan, mint a kődoboz a sírboltban, ahonnan a professzor eltűnt. A második szkarabeus. Nem mutatna remekül a hajamban? Az átok! Clover, nézd! Az alagutak behálózzák az egész völgyet. Alex és Ian is totál eltűnt. Most már nem csak a professzort kell megkeresnünk. Szerinted nem különös, hogy csak Elliot professzor tűnt el a sírkamrából, és Ian nem? És amikor megtaláltuk a manzsetta gombját az alagútban, ahol még sosem járt, de miért hazudna nekünk Ian? Nem tudom, de felhívom Jerryt, hát ha van még infoja a rejtélyes Ianünkről. Hello, itt Jerry a VUP központból. Éppen te ázom, tehát kérlek, hagyj üzenetet. Ja, ezek az angolok. Infót kérünk Ianről, hívd vissza. Valami ötlet? Nézzük meg, hová vezet ez az alagút. Ja, rendben. Bár reméltem, hogy inkább elmegyünk cuccnézőbe egy kicsit. Fúj, ezt a mocskot! Utoljára vettem fel designer csizmát a sivatagba. Várj egy kicsit. Nos, úgy tűnik a rejtélyes átoknak kenőzsír is kell. Mi ez a vacak? Nem tudom. Nem hiszem el, hogy kukott faja leszek! Ő a gyorsabb, bele kell ugranunk. Ha? Rajta! Ugrás a semmibe! Úgy tűnik, valaki ősi műkincseket rabol. Hogy megy a küldetés, kémek? Remekül, kivéve, hogy elveszítettük Ian-t és Alexet. Rajtam meg átok ül. Ez kínos. Közben már nézem is Ian aktáját. Lássuk csak. Nincs benne sok. Azon kívül, hogy rendkívül ambiciózus és Elliot professzor állására pályázik. Elliot professzor állására pályázik? Kösz, Jerry! Clover, te is arra gondolsz, amire én? Igen. Ha nem jutunk ki innen gyorsan, a nedvességtől begöndörödik a hajunk. Nem! Ian elrabolta a professzort, hogy előléptessék. Így már összeállt a kép. Ez remek szem, de akkor az a kérdés, hogy Ian miért pólyázta be magát? Ian? Alex? Nem értem. Ha nem Ian áll Elliot professzor eltűnése mögött, akkor ki? Na vajon ki, hölgyeim? Elliot professzor! Délután 2:13, sivatagi homokbánya. Sosem valósíthatja meg őrült tervét, professzor. Mellesleg mi az őrült terve? Ha összeillesztem ezt a két szkarabeust a harmadikkal Ízisz templomában, elnyerem az örök életet és hatalmat. Van még kérdés, buta lányok? El
elképesztő, egy újabb gazember nagyra törő vágyakkal. Úgy tűnik, benne van a levegőben. És most el kell búcsúznom tőletek. De ne aggódjatok, talán egy napon kiást titeket egy régész. Bocs a gyanúsításért, Ian. Semmi gond, Sam. Elég a bocsánat kérésből, ugye van valami terved, Sam? Már dolgozom rajta. Arrébb vinnél a kezedet, Clover. Mendi gyűrűjének a köve, kezd megolvasztani. Alex, ez az! Micsoda? Olvadjunk meg! Nem! Próbáljuk meg elővenni a lézerrúst, és irányítsuk a lyukra, ahonnan a homok jön. Nincs már elég meleg így is! Tartsatok ki! Sikerült! Menjünk Isis templomába, hogy leállítsuk a professzort. Hé, minek gyalogolni, ha itt egy járgány? Hogy működik ez a túlméretezett metálműbeles virsli? Nézd, itt a kijelzőn a völgy összes romjának listája. Szuper, csak ki kell jelölnünk Isis templomát és megnyomni az automata gombot. Délután 2 óra 45, Isis temploma. Végre az utolsó darab is megvan. Gyorsan, gyorsan, nem érek rá örökké. Legalábbis még nem. Igen, igen, működik! Legyőzhetetlen leszek! Nincs többé osztályzás és unalmas dolgozatjavítás! Mia! Nem kéne visszaküldenünk a professzort az iskolába? Ez kissé megzavart! Most mit csináljunk? Le kell venni a szkarabeusokat a szarkofágról. Csak így szüntethető meg az erejük. Rendben. Oké, Alex. Lássuk, mit tanultunk torna órán. Gól! Várjunk csak! Nem értem, hogy a professzor miért ízik még mindig. Szét kell szedni őket, Clover! Miért? Talán össze vannak ragasztva! Nem vár rátok kellemes halál! Sírbolt szolgái, káoszt teremtsetek! Gyertek, védjétek meg mesteretek! Mi az ijesztőbb? A mormolás vagy a múmiák? Oké, már tudom, a múmiák! Gyerünk, Alex! El kell kapnunk a múmiákat! Jaj, reménykedtem, hogy nem mondod ezt! Nem sokáig tarthatjuk magunkat. Beletaláltál. Mibe? A múmiáknak egy kis tartásra van szükségük. Gyerünk, tűnjünk el innen! Ez megtartja őket. Hello, cimbora! Jól csináltad! Szabad vagy, barátom! Sam, vigyázz! Meg akar szökni! Ne ilyen hevesen, professzor! Oh.
Jó lövés volt, Sam. Kitűnő munka, hölgyek. Nincs időnk hálálkodásra. El kell jutnunk a jótékonysági bálba, hogy visszaadjam a gyűrűt Mandynek. Már akartam mondani, Clover. Ez a legszebb hamis rubin, amit valaha láttam. Úgy érted, hogy nem igazi? Este 8 óra, Beverly Hills gimnázium. Nem értelek, Clover. Miért nem mondtad meg, hogy Mandy gyűrűje hamisítvány? Gondoltam, ez a legnagyobb jótékonyság, amit tehetek. Büszkék vagyunk rá, Clover. Szerintem kóstoljuk meg ezt a fantasztikus puncsot. A győztes! Ó, ez hamisítvány. Helyesbítek, nem Mandy az idei legjótékonyabb tini, helyette ez a cím Arnoldot illeti, amiért felajánlotta exotikus penészgomba gyűjteményét. Mi? De ez nem igazság! Nekem ígérted a díjat! Nekem! Örülsz, Clover? De mennyire? Magyar hangok. Simonyi Piroska, Zsigmond Tamara, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg Kalocsai Eszter, hangmérnök Heizler László. Gyártásvezető Mason Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítettek.